Szebényi Kornélia 2018-ban jelentkezett egy állásra Cambridge-ben, ahol egy magyar kutató, Lakatos András vezeti a neurodegeneratív betegségekkel foglalkozó labort. Az ottani 3,5 éves munka eredményét hozta haza Magyarországra. Ez a mini agy, ez igazából egy organoid, mi organoidnak hívjuk, ez egy kis borsó méretű szövet labda, amiben sokféle sejtípus található, és a mini agyat kifejezetten olyan organoidokra használjuk, amikben ezek a sejtípusok, különböző sejtípusok rendezetten struktúrákban helyezkednek el, és ezek a struktúrák nagyon hasonlítanak az embrionális fejlődés során megjelenő agyi struktúrákra. Ez ugye egy agyi organoid modell, és abból is nem az egész agyat, hanem az agynak egy bizonyos részét, az agykérget hivatott leképezni, modellezni. Ahogy elindul ez a folyamat, az ennek a létrehozása az úgy kezdődik, hogy indukált pluripotens sejteket tenyésztünk. Ezek az indukált pluripotens sejtek olyan testi sejtekből lettek létrehozva egy Nobel-díjas módszerrel, amit visszaprogramozásnak hívunk, amelyek bármely egészséges vagy beteg paciensből kinyerhetőek, testi sejtek, tehát lehet ez vérből, bőrből származó sejtek, amiket ezzel a módszerrel visszaprogramoznak, és utána őssejtként, indukált pluripotens őssejtként korlátlan ideig fenntartható sejttenyészetek. Ezek pedig azt tudják, vagy arra képesek, hogy a felnőtt testi sejteket létre tudják hozni, és hogyha bizonyos irányító szignálokat kapnak, akkor neuronok, szívizomsejtek, májsejtek tudnak belőlük kialakulni, és a mi esetünkben ez egy neuronális folyamat, tehát a neuronális sejtípusok, az agy sejtípusai jönnek létre, és ezek nem csak neuronok, idegsejtek, hanem bizony vannak másfajta sejtek is az agyban, például a gliasejtek, ez is többféle sejtet takar, ahogy a neuronok is, idegsejtek is többfélék tudnak, több fajta van belőlük, ezeknek az összessége adja a úgynevezett mini agyat. Annak érdekében, hogy minél tovább fenntarthatóak legyenek a sejthalmazok, 50 napos korukban leszeletelik az organoidokat, így hoznak létre agyszelet tenyészeteket. A tápanyag így jobban eléri a sejtszeleteket, mint az eredeti borsó formában. Ezek az organoid szelet tenyészetek, amiket ilyen módon hozunk létre, akár egy 23-26 hetes magzatnak az agyi érettségi szintjét is tudják modellezni, tehát olyan érettségű neuronok találhatók meg ezekben a szeletekben, amelyek ennek a magzati stádiumnak felelnek meg. Nagy problémát jelent jelenleg, hogy a betegséget viszonylag későn lehet felismerni. A korai alakulásáról szinte semmit sem tudunk. Jelenleg az amiotrofiás laterál szklerózis diagnózis az sokféle neurodegeneratív betegség kizárása után állítható fel, nincsenek korai biomarkerek, és miután a diagnózist felállították, utána is igazából tényleges kezelési módszerek nem állnak rendelkezésre. Van egy gyógyszer, amit 1996-ban engedélyeztek Európában. Ez 2 hónappal tudja az átlag élettartamot meghosszabbítani ennek a betegségnek az esetében. A mai állásfoglalás szerint az amiotrófiás laterál szklerózis bizonyos gének mutációjának az eredménye, így genetikai okokra vezethető vissza. Igazából a betegség ismerete az abból származik, hogy a paciensek halála után vizsgálják meg az agy, illetve gerincvelői szöveteket, és semmilyen korábbi fázisáról a betegségnek nem igazán tudunk gyűjteni ismereteket, hiszen amíg él a beteg, addig ezekhez a szövetekhez lehetetlen tulajdonképpen hozzájutni. Elképzelésünk szerint a korai betegségfázisnak a megismerése, illetve a korai mechanizmusoknak az alakulása a betegség fejlődése során azért lenne fontos, mert azok olyan fehérjéket hozhatnak felszínre, amik aztán targetálhatók, és amik esetleg a betegségnek a később való megjelenését idézhetik elő megfelelő gyógyszermolekulák segítségével, vagy akár egyáltalán megelőzhetik a betegség kialakulását teljes mértékben.